az egy csapat elsősorban győzelemhez. Ettől függetlenül, amit elterveztünk, az jól működött. 65. percben, 62. percben kaptuk a gólt. Hát itt tényleg azt mondom, hogy nagyon egységesek voltunk, amit elterveztünk, a 4-es, 5-es, 6-os blokkunkban védekeztünk. Ugye azokat a momentumokat, az erősségét az ellenfélnek maximálisan tudtuk hárítani és blokkolni. Han takker først for egen til MFK, og egentlig han fornøyd med resultaten. Han egentlig prøvde for å være den taktikken som egentlig de hadde. Fram til 64 minutter, eller litt usikker på når egentlig de fått første scoring av målet. Og etter det, egentlig, det var litt vanskelig egentlig for forsvaren, for på grunn av det målet var litt mer aggressivt. Ezeken belül ugye természetesen voltak labdaszerzéseink, amikből az elejétől fogva ugye már nagyon jó támadásokat vezettünk. Selvfølgelig, de flere gang de holdte ballen, og så de greide faktisk at stå sånn som de tenkte fra første gangen, stå opp etter treninga og alt, og det skal høre det videre. Próbáltuk csökkenteni a lehetőségeit az ellenfélnek, amiben ők nagyon erősek. De prövde egenti minske mest múli probabiliteten for ti molde, az a módstámot molde. Ez az első gólig sikerült is, amit meg kell jegyezzek, hogy ugye többször is visszanéztük, ugye meg üzenetben is kaptuk a fényképeket, ugye, és megnéztem a tévében is az ismétlést, hogy az első volt hatalmas leselőzte meg, mert sajnálom, hogy amit például nálunk, hogy nagyon sok helyen alkalmaznak, ugye most már Európában is a VAR-t, itt ilyen szinten, nem most viccesen megjegyzem, lassan már a harmadosztályban is varoznak, de ez kicsit felháborító volt az első gól, hogy ekkora tévedés történt játékvezetés részéről. Ja, de greide til første scoring da, egentlig holde motstanden. Men sånn som mange egentlig hørte tilbake fra første måneden, de synes egentlig var en feil fra dommere, på grunn av mange som tror at det egentlig fra deres sida, for det var egentlig en offside. Og det er litt dumt at Norge, som egentlig så utviklet land, har ikke en VAR-system. For det er ofte egentlig i deres lag har til og med på andre divisjon en VAR-system som egentlig kan svare på sånne feilen. Ugye utána pedig második és a harmadik gólt nagyon jó ütemben rúgta az ellenfél, úgyhogy még ennél beállították így a végedményt. Ettől függetlenül meg kell dicsérnünk a csapatunkat. Ugye, hogy egy ilyen konferenciában, egy Molde ellen azért úgy gondoljuk, hogy nagyon jó helyt állt. Iszám Ting, egentlig han veldig fornøyd med andre og tredje mål som egentlig han skåret av Molde. For det med egentlig en veldig bra scoring var, og i samtidig han vil egentlig takke til deres lag for oppstått på en sånn egentlig en sånn så kraftig mot en sånn kraftig lag som MFK. De megyünk tovább, van egy visszavágó is mindig, ugye, amit mondtunk a beharangozóban is, hogy két felvonásos ez a második forduló is, úgyhogy van egy visszavágó, és mindig a második mérkőzés előre minden.